Szevasztok! Remélem mindenki kipihente magát, mert rendkívül súlyos hallgatnivalók jönnek. Most így kiszámolgatjuk, ugye programterv. Hétfő lement, akkor most van szerda, csütörtök, péntek, három nap, három videó lemegy előző hétről. Szombaton meg akkor jönnek a rossz tippek az utolsó fordulóról. Ez a terv, úgyhogy mindenkinek kitartás. Pénteken megkezdődött egy ilyen forduló, váratlan időpontban, aki nem volt képben, az le is maradt már az elején, Kamara elszaladt 40-ért. Hát ez egy ilyen meccs lesz akkor? Drew Brees vállalta a játékot. Úgyhogy nagyon kíváncsiak voltunk rá, hogy akkor mondom, most mi van Brees-zel? Hát nem sok mindent tudtunk még itt az elején, állandóan Kamara elment a touchdownokért. Na mindegy, mit csinál? Mi lesz ott, mert ugye hát itt arról volt szó, hogy itt milyen meccs lesz. Ez egy olyan meccs lesz, hogy New Orleans, ha támad, nagyon könnyű lesz nekik, ugye? Hogyha Minnesota támad, nekik nehéz lesz, de ugyanúgy muszáj pontokat csinálni, ne kapjanak ki. Mert most nekik azért kevés a motivációk egy győzelemre, mert hát ugye playoff már nem lesz, de ha kikapnak, akkor úgy meg Zimmer megveri őket bottal. Úgyhogy akkor mégiscsak van motiváció, hogy azért meg kell menni. Össze is csak csodálatosan drive-ot a Vikings, olyan támadó játékosok, hogy... És akkor Delvin Cook kiegyenlít. Ja. Nem tudom, láttátok-e, hogy megtörtént, amit én számolgattam, hogy meg kellene történni Kamarával kapcsolatban az előző heti videóban, azért szóba került, hogy le kéne már vágni a hajat. Igen nagy volt. Hát én most odaraktam a két képet egymás mellé. Volt valami szerintem. Ha más nem, akkor a pincében egy kicsit megmetszették az sérót. Aztán ez jótékony hatással volt rá, ugye láttátok? Jobban ment sokkal Alvinka. De Minnesotának meg ugye nem volt linebackere, hát most azért itt a modern futballban ugye mondogatja, hogy a linebacker a szart se ér már, meg hát aki linebackert választott drafton az elején, az nem normális, meg hát minek adsz neki pénzt, meg ilyesmi. És hát ugye ez egy eltűnőben lévő pozíció, már csak nagy darab safety-kre van szükség, akik odaérnek a tight endre. Na hát most ez egy pontig igaz. Na most a Vikings ezt fullba tesztelte, mert egy linebackerük sem maradt konkrétan. Na most ugye Eric Kendricks, hát ráadásul liga egyik legjobb linebacker, hát ő már régóta nem játszik. Na most akik beugorhattak volna helyére, legyen az fiatal vagy öreg, na ők se játszottak, tehát most konkrétan nem volt senki. Hát és akkor kiderült, kérem szépen, hogy ebben a sportágban azért nem árt, hogyha valaki van, aki ilyen linebacker pozícióban tudna játszani, mert akik most voltak, azok nem nagyon tudtak. Csak azért voltak a pályán névlegesen, de hú, rossz volt nézni. És hát így azért bármelyik offense nehéz megállapítani, megállítani se könnyű. És hát ugye ott van még ugye Drew Brees, hát ő azért ezt átlátja. Alvinka meg hát lepörög róluk. Meg hát ott van ugye Jared Cook, hát a pálya közepén megjátszható, hogy Jared Cook ki a jobb Cook a meccsen. Ez ilyen Masterchef verseny is lehetne, ugye? Delvin vagy Jared? Hát New Orleans próbálja megmutatni, hogy ó, Jarednek adjuk ott a linebackerek között, akik nincsenek. Hát végig csak az a vége, egy yardról beviszi Alvinka megint. Minnesota elpantolja a labdát következő akcióban, nem mondom, eldőlt a meccs. Hát ezek nem olvasták a riportot, hogy ebből mi lesz, tehát hogyha nem válaszolsz mindenre touchdown-nal, kész. Még egy mezőny goal drive belefért volna. De az nem fér bele, hogy elpantold, mert te minden drive-ból pontokat fogsz kapni. Vikings itt. Eladtad a részvényeket. Na hát most a New Orleans, csak úgy érzékeltessem, 14 play-t futtatott eddig, értsd. Bármilyen formában indított a labdát, ebből lett 11 first down. Tehát ott nagyon ritka, hogy ne legyen first down egy játékból. Rossz jel. Ez volt egyébként Latavius Murray bosszú meccse, mert ugye volt a Vikingsban is, utána átment, úgy szagolta, itt közelebb van a gyűrű. Nem sokat segített eddig magán. De most akkor megbosszulja, ő is Kamarával váltják egymást, nagyon jó lesz. Alvinka bemegy a célterületre, de hát aztán elfelejtettem, hogy van egy linebacker a Vikingsban, aki nagyon-nagyon veszélyes, Eric Wilson. Nagy playmaker volt ősszel, aztán lehullottak a falevelek. Leüti a labdát Alvinka előtt területen. Óriási védekezés Eric Wilson részéről. Akkor csak mezőny gól. 17-7. Na hát ez nagyon jó hatékony hatása volt mindkét csapatra. New Orleans elhúzott kicsit. Vikings meg rájött, hogy hát itt nem nagyon van idő szarakodni, mert itt ki fogunk kapni, nem csinálunk sokat. És a következő drive-ot meg összerakták, úgyhogy a fiúk akkor minden bele. Végig is tudtak menni, tehát ott volt. Vikings offense az potens emberekből áll, még hogyha vannak is gyenge pontok, összeszerkesztették a drive-ot, feljöttek 14-17-re. Jefferson kétszer hozzáért, lassan azért ő is megmutatja magát. Halljátok, Justin Jefferson ugye még szóba került, hogy meg lesz a rookie elkapott rekord, Randy Moss tartja, szintén Vikings 1313 yard, így tudom fejből.
És hát most hát több kellett volna, hogy Jeffersonnak így labdaérintés szintjén, de hát mindegy, majd a hétvégén. Nem tudom. Így azért nehéz lesz megnyerni az Orroy címet, ugye, hogyha nem lesz rookie rekord, mert amúgy úgyis Herbie kapja. Vikings védekezésén büntetések se segítenek, tehát nem az, hogy New Orleansnak odaadod meg egy-két zászlót, rosszul csináljátok, tök mindegy. Elképesztően förtelen volt a Vikings védekezése még így is. Aztán hát a vörös zóna, jól van, akkor fiúk, írjátok be. Hopp, Drew Brees belehibázott. Jaredet keresi, ugye, jobb főző. Dobja neki Harrison Hand nevű embert, ő cornerback, tudjátok, ami más lenne. Megfogja interception. Drew Brees eladta a labdát. Akkor most visszajöttek a Vikings reményei. Vissza. Hogy lehet ilyet hibázni, mesterkapitány? Csak hát amikor a Vikings előtt így megnyílik a fény, hogy akkor arra kellene menni a győzelem felé, akkor mindig vége van. Szekkelik Körköt, jön Onyemata, lenyomata, rajta marad az arcán, visszapantolják, ennyi. Rövid pálya New Orleansnak. Sokáig bizakodtál, Minnesota-i vagy. Vagy nem is bizakodtál egyáltalán, hát még az a másik valószínűbb. Drew Brees megint felíveli Eric Wilsonnak, aki továbbra is Minnesota linebacker. Vonzalab, de hát annyira jól helyezkedik, annyira jó mindenben. És hát már nézzük, hogy megfogja megint. Amikor jön Marquez Callaway, elkapó fiú, aki így leüti, kivédekezi, mint wide receiver. Nehéz összerakni a fejedben így az ünnepek után, de ez van. És akkor kivédekezik a Brees paszt a New Orleansiak. Nem adja el. Hanem akkor Kamara vigye be touchdownra, na, könnyűt választják. Vidd be Alvin, beviszi, Mester 3-as. Ennek a Minnesota-nak tudnia kell, hogy drive-onként, de lehet, hogy negyedenként, egy esélyed van a nagy játékra. Egy könnyű játék, ugye ez volt ugye Eric Wilson interceptionje, ha azt összekaparod, megnyered a meccset. Mert amúgy nem vagytok tehetségesek, tehát néha kaptok egy-egy ajándékot, hogy akkor azzal élni kell, mert így pusztán önerőből, hát így nem nagyon fogja őket megállítani. Amikor a kapitány így fellöbböli neked, hogy nesze fogd meg, akkor fel meg kell fogni, nem kell hagyni, hogy a colos wide receiver kipiszkálja a kezedből. Erik, mi van veled? 38 másodpercet hagytak a Minnesotának, hát az mire jó, semmire nem jó. Nem baj, ők kezdik a második félidőt, 24-14. Az se semmi nem lesz abból se. Túlbecsültem ezt a Minnesota offense-t. Jó a New Orleans, jobb ír védekezni, az a bajuk. Hát mit akar a New Orleans ezen a meccsen? Hát figyelj, ez a Brees folyamatosan dobálja a labdát. És hát úgy vannak vele, hogy most futásonként van 9 yardot hoznak. Ebbe ők nem mennek bele, tehát így is meg lehetne nyerni aránylag lazán, de azt mondják, hogy nem, hát nem lenne fair, nincs linebackerük. Csináljuk meg Drew Brees-zel, ennyi. Nézzük meg. Emmanuel Sanders-t vegye elő, ő játszik, ő vállalja, első számú elkapó. Csináljuk meg így. Jó, próbálják. Vörös zóna megint. Hardy Nickerson interception. Sokáig nyomoztam, hogy ez meg ki. Mikor láttam a számát, hát már láttam, hogy nem ez az. Fordulj már meg, Nickerson. Van másik ilyen Nickerson is, nem menjünk bele. Lényeg az, Brees megint eladta a vörös zónában. Most akkor mi van? Most akkor ő Vikings defense ellen is sebezhető, belehibázik, vagy még csak rozsdás. Vagy most már ez, teljes fordulatszámon pörgő Brees, vagy majd, hogyha visszajönnek a szlárok, akik el tudják kapni a labdát jobban, és Michael Thomas, akkor ez így megváltozik. Mit tudunk leszűrni ebből a mérkőzésből? Abból, hogy Brees turnovert érő átadásokat szór. Mert hát, hogy a Vikings ellen megcsinálja, bárki ellen megcsinálja, vágott két labdabirtoklás előnyben vannak ezek az események. Nem értjük. Hát azért vannak biztató jelek nyilván, de ez miatt meg aggódsz, mert hát a Super Bowlért nyerni kéne 4 meccset. Az meg lehet, hogy jön-e majd egy védelem, ami ezekbe beleakad, megfogja, ne adj Isten, vissza is szalad vele. Hát akkor meg baj lesz. Úgyhogy, hát Hardy Nickerson interception csinál. Róla se tudtuk, hogy playmaker. A Delvin Cook beviszi őket a gólvonalra. Irv Smith touchdown szerez. 24-21. Írtó kiélezett mérkőzés. Ugye playoff hangulat visszaköszön. Taysom Hill akkor jöjjön be időhúzó futásokra, az nagyon jó, mert hát ugye megindul, mindig pozitív, megy vele az idő, nagyon jó, Taysom. Emmanuel Sandersnek nagyon labdát ad Brees, a blitz érkezik rá, látja, hogy ti jöttök. Megdobja Emmanuelnek, elmegy messzire, Kamara beviszi, negyedik neki, amíg tudjátok számolni. Jontadik Kamara főszereplő a mérkőzésen, de hát valójában ő csak a touchdownokat csinálja, tehát más szeret nincs neki. Sok mindenkiről lehet beszélni így a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy hogy működött, hogy a Saints védekezés, hogy a Drew Brees leginkább mi a helyzet, hogy tudja szétosztani.
Így kamerával kapcsolatban sok minden nem tudsz elmondani. Ádám megkapta bevitet Ázsdára kész, tehát most itt. Mit elemzel? Eden Tillennek mondják azt, hogy hát most azért nagyon kéne már haladni, Eden. Fussál be messzire vörözónába, aztán egyszer-kétszer majd Janoris háttal kerül a labdának, azt eldobom, mondja Kör. Jó, legyen így. Elindult Tillen. Hát azért vannak lehetőségek, amikor Janoris Jenkins így keresi, hogy merre. És amikor az van, akkor dobom, és pass interference lesz. Működik. Igen, közelre oda viszik. Mi lesz ott át, gyertek? Irv Smith még egy touchdown-t jegyez. Nem játszott Rudolf a meccsen, nagyon hiányzott, sokat keres. Robból MVP volt. És hát kérem. Minnesota látja, hogy van ez a Jared Cook-Delvin Cook verseny. Mutassuk meg, hogy Irv Smith jobban tud focballozni, mint Kamara. Csináljunk több touchdown-t. Irv, több touchdown-od lesz, mint Kamarának. Mit szólsz, akkor nyerünk. Erős terv. A Drew Breesnek megint megkérik, hogy akkor dobáld, megint a labdát dobáld. Mert hát így nyerünk, ez a mi játékunk, azért csak bele kellene már jönni, gyakorolni kell, tudjátok, edzés az nem nagyon van már az ünnepi időszakban. Menjünk, csináljuk, gyakoroljuk. Hát gyakorolják, felpattan a linebackereknek dobja megint Breeze, felpattan a labda. Magasra. Tévé előtt Eric Kendricks ugrik, hogy ez az enyém lesz. De aztán realizálja, hogy ő a kórházi szobában van, pálya vádlia, nem olyan jó az ugrás. Pályán lévők is ugranak. Nincs meg földre. Könnyű. Ezt már elmondtam az első fél időben. Ott a könnyű turnover lehetősége benne hagytátok. Nem lesz győzés, vikingek. Utána Jared Cook oktat. Kapja a labdát, indul. Megvan, megjátsza, nagy teste van, elnyomja. Rutinos. Elviszi őket közelre. Hopp, Alvinka? Igen, beviszi közelről. Csak ezért tartunk, öreg. Társadalokat szerezzél. Másban jó vagy amúgy? Nem. Csak társadalok. Kevés. 2003 óta nem volt olyan egy ember 5 touchdown-t fusson egy meccsen, akkor Clinton Portis mindezt megtette. Ti láttátok játszani Clinton Portis? Nem sok mindenről maradtatok le. Na Kirk, megint baj van, megint menni kell, hát nem igaz, nincs nyugtod. Ez van, dobálni kell. Cameron Jordan jön, kipiszkálja Kirk kezéből. Hát akkor ez ennyi. Pant. Bizakodjatok a defense-be. Nem, mert valójában abban bizakodnak, hogy hátra elejti a visszahordó. Tehát most már minden pánt arról szól, ebben a szezonban megtanultuk, hogy nem az, hogy a defense-be bízol, az hátra elejti a hülye gyerek, mert általában az van. Lövik, ó, megfogja könnyen. Nem jött be a terv. És akkor Drew Brees, na most már tényleg, most már nem lesz baj, most már megdobja az intermediár passzokat. És nem rejtegetik egyébként, tehát most itt ez volt nekem a kérdésem, hogy most akkor mi lesz Breeze-zel, hogy akkor most őt így elrejtik, menedzser, Alex Smith, vagy akkor így fullosba ráeresztik az ellenfél, és megmutatják a ligának, mindenki nézi, hogy akkor most ő hol van. Nem rejtegetik Drew Brees-t egyértelműen, azokat a playeket behívják, hogy megálmodott Peyton a holt szezonban, így fogunk nyerni, így fogunk támadni, azokat hívják, kész. Megmutatják, hogy Drew Brees hogy áll egészségileg, nem kamu. Figyelj, hát itt, amit így az elején mondogattak, hogy a karerősség már, hogy már megvan lőve, vége van, kész, az azért nincs jelen, tehát itt azért bárhova. Jó, vannak rigók, de egyébként nincs ez semmi probléma, nem csak a line of scrimmage mögé Kamarának. Mert aki így a boxcourt megnézi, azt gondolja, hogy ja Istenem, mi volt itt már megint Breeze-től? Nem, hogy valójában dobálgatja a közepes passzokat 10-19 yardra. Nincs az a baj, meg is fogják egyébként. Jó helyre megy legtöbbször, csak néha nem, azt mondom, meg meglepődsz. Megvan az 500 scrimmage yard a New Orleansnak, az egy jel, már régen túl vagyunk a jelen. Na akkor touchdown lehet megint. Alvin, hogy állsz, bírod? Bírom. Jó erőbe vagy, nem vagy fáradt? Miben fáradtam volna a touchdownokba? Ja, igazad van, akkor ne gyere be. Mondom, jól vagy, nem kell. Taysom, te vidd már be. Sean Payton olyan szemét vagy. Taysom meg fogja beviszni, nyilván. Hát akkor nincs rekord. Ugye 6 TD a rekord, Taysom, te csináld meg, mert neked is kell touchdown csinálni. Olvastam a szabálykönyvbe. Nincs benne ilyen pedig. A 45-27, hát az már eléggé garbázs idő. Minnesota végigmegy. Olyan borzalom van az egyesen, a rossz néznem. 4 incompletet dobnak az egyesről. Tehát rámennek ötödikre is. Már nem emlékszem, de valahogy szánalom társadalán összejön Eden Tillennek, odadobja. Lehet, hogy negyedik volt, csak nem ötödik. Megvan. Vikings válaszol. Lepörgetheti a maradék időt New Orleans, akár touchdown-nal lezárhatják. A fenét. Eden Troutman megkapja, másik tight end, nagyot előre halad.
Nem arról van szó, hogy itt lepörgetnék, meg Latavius Murray, meg fullback futás, adjad, végig megyünk. És akkor végig is addig, hogy szóltak Paytonnak, hogy adjad a kamera, hadd fusson már még egyet, legyen meg a rekord. Jó van, adjuk neki oda, nyilván beviszi. Hattás, de. Ernie Nevers 1929-ben hatot futott, ugye, Chicago Cardinals. Hát ezt most Alvinka beállította. Lehetett volna több, de most ennyi sikerült. Taps. Láttátok játszani annak idén Ernie Nevers-t? Na őt nem láttam én már. 29-es szezonban kevés emlékem van. Clinton Portisról több van. Úgyhogy nagyon jó volt Alvin. Túl korán. Playoffba kellett volna ennyit. Zimmer elmondta meccs után, hogy ilyen rossz védelmet még talán soha nem látott saját keze alatt. És hát az benne az egészen csúnya, hogy mennyit kell dolgozni egy héten, mennyi felkészülést és mennyi belerakott munkát igényel az, hogy ez a defense hétvégén kimenjen és csak 52-t kapjon. Figyelj, nem lenne edzés, egy támadásból akkor is csak 7-et vagy 8-at tudtok kapni. Sokkal nem kaptatok volna többet. Most lehet bizakodni a New Orleans miatt? Hát figyelj, ennek a defense-nek nem volt pass rush-a, nem volt coverage, nem volt a linebacker, mi volt, nem volt a defense. Szóval most ez alapján most lehet mondani azt, hogy Breeze komfortosan mozgott, meg nem arról volt, hogy félti magát, meg félti, hogy eltörik a bordáit, de hát nem volt olyan nagy kihívás elé állítva, mondjuk meg. Főleg így, hogy Kamara nem győzött touchdownokat csinálni, annak könnyű volt ez a game plan, de hát pusztán az alapján, amit így a vákumban látsz, ellenféltől függetlenül, az teljesen jó volt. Hogy ez most mire elég hosszú távon, azt nem tudom, de hamarosan kiderül, mert már nem sok van hátra a szezonból. Az NFC-ben volt ugye a Északa Dél ellen challenge, második mérkőzés, szombaton Tampa Detroit. Nem volt olyan szoros. Meccs előtt már lehetett tudni, hogy itt Tampa előnyben van, mert ugye nem jöttek el az edzők a detroitiakhoz, plusz nem tudott játszani Ronaldo. Na most ez mind a kettő Tampának kedvez, pedig ugye Ronaldo az ő játékosuk. És hát az első három drive az így megadta a mérkőzést, hogy így mit fogsz látni, azt kaptad. Nagyon könnyű touchdown Mike Evansnek, meg Gronkowskinak. A másik oldal meg Stafford megsérül. Staffordot le kellett hozni. És hallod, láttátok azt, mikor kiírták, hogy kérdéses a visszatérése. A csávó nem tudott járni, tehát konkrétan nem tudott felkelni, tehát úgy kellett lehurcolni az öltözőbe, nem tudott lábra állni Stafford, és akkor kiírták, hogy visszatérése kérdéses. Na hát nem tért vissza, mit ad Isten, tehát hogy az lett a vége, hogy Stafford nem tért vissza a meccsbe. És akkor eközben egy Tom Brady megdöntötte Tampa Bay franchise rekordot, legtöbb touchdown egy szezonban, 34-35, megvan, Brady ezt is tartja. Szóval elgondolkod, hogy az NFL rekord az mennyi? Hát az a 55. Fia, az is meg lehet, hogy kell, hogy most 10, ezen a meccsen 10 touchdown pass, igen, meg ugye a jövő héten Falcon szerint 10. Van realitása, nem? Így átgondolja, kivel játszanak, Brady. Akkor figyelj, most dobok 10-et, aztán meglátjuk, hogy az utolsó fordulóban mit sikerül. Jó van, Tom, legyen így. Most akkor nincs ott Ronaldo, aki ugye vinni a labdákat, mint a legjobb játékos, akkor most te vagy a legjobb játékos az ő hiányában. Azt csinálsz, amit akarsz. Megbeszélték Leftwich-el. Ha végigjátszottam volna Brady, meg lehetett volna 10 touchdown. Egyébként is Brady nem szereti azt, hogyha van a ligában valaki, hogy többet beszélnek, mint róla, hogy milyen jó volt, meg így historikus rekord, ugye Kamara pénteken megcsinálta a 6 touchdown. Brady nem bírja. 6-ot csináltál, te hegy magadnak. Csinálok 10-et. Nem érdekeltek. Első fél időben csinálok 8-at. Ez Brady. Nekik is kellett több, ugye? Michael Jordan nézett tévé előtt. Na aztán csoda történik, te. Detroit kivérekezett egy drive-ot. Megkapja Chase Daniel irányít. Pantolnak inkább ők is vissza, rövid pálya Tampának, ennyit erről akkor. Semmilyen ellenállást nem tudnak mutatni, semmi, labda bármelyik oldaláról beszélsz. Ha véletlen kivérekeznek egyet, a szó szerint véletlen. És akkor közelről, hogy lehet őket nagyon durván megalázni, az első és gól, tehát első. Azért Leftwich is tudja, hogy miről, mitől döglik a légy. Leonard Fournette érkezik, beviszi első és gól. TD-ke. Na akkor jöjjön az ifi, most már úgy vannak vele, hogy megtörtént három touchdown, Tanner Hudson a pályán, tight end. Így Gronkowskit kérdezték, hogy motivál még a mérkőzés, Rob? Milyennek? Én már vetem le a cipőt. Ja, akkor úgy gondolt, hogy eldőlt? Hát nem tudom, de biztos, hogy nem megyek vissza, értem. Akkor Tanner Hudson first down-okat kap el tight end pozícióba. Jön Keyshawn Vaughn, running back, Vanderbilt, harmadik körös. Három futásban van 40 yardja Keyshawn Vaughnnak, első és 10-re kapja, gondolod.
És hallott főzdenokat fut a csávó? Mit gondol a tévé előtt Ronald? Én is így szoktam, de az nem igaz. Lenny az oldalvonalnál. Kellemetlen, hogy egy fiatal gyerek jobban fut, mint mi. Ifjúsági játékosokkal, Tampa Bay ugyanolyan hatékony, plusz Brady, ugye az apjuk. Bradynek van 265 yardja itt az első félidő ezen pontján, hát ez egy jel. Ugye 250-nél szoktam mondani, hogy valami lehet, hogy nem működik jól a védekezésben. Most sem működik jól, de hát nincs védőkoordinátoruk. Ahhoz képest maguknak hívják be a play-t, egész jó Detroit. Három touchdownja van Bradynek, és két incomplete pass. Nagy verseny. Godwin touchdown szerez. Mindenki látta, remélem, a séróját, ugye? Amint a képen. Pont olyan. Hát akkor itt már láttuk a legalját, ugye ennek a meccsnek nem láttuk, hogy ezután jön a legalja. Stafford egyébként ott van a meccsen, tehát nem zuhanyzott le, ott van, hallgatja, de nem áll vissza, nézi, mit csinálnak a fiúk. És akkor mi történik? Az igazán, a legalja mindennek. Jason Pierre-Paul kiáll, coverage linebackerbe beáll, soha nem tudja, hogy hogy kell csinálni, most se. És ki van ott? Amendola áll a slotton. Ki megy rá? Jason Pierre-Paul, igen, a colos, 285 fontot nyomó Jason Pierre-Paul csak előrefele tud menni. Rááll Amendolára, kicsi, fürge, gyors a lába, hát ez tökéletes mismatch. Mindenki tudja, te is tudod, én is tudom, Amendola, Pierre-Paul, Daniel, koordinátor bácsik. És akkor JPP meg így szugerálja Danielt, hogy figyelj, mert dobd ide a labdát. Dobd ide Amendolának. Fogalmam sincs, mit csinálok. Vissza fogok lépni, zónázni, egyáltalán nem tudok zónázni, nem tudok semmit csinálni. Hat ujjam van. Dobd ide neki. Biztos, hogy elszakad majd. Én nem tudom, mit csinálok. Mondom, lassú vagyok, hátrafele, ó, öreg vagyok. Jó. Elindul a play. Amendola ott van. Rövidebb útvonalat. Megjátszható. Indítsd, Daniel. Indítja. Pierre-Paul nagyot ráver a labdára, levédi. Pass break-up. Na mi van, hülye gyerek, elhitted, mi nem bírok védekezni. Pierre-Paul hosszú karjaival leüti. Igazi coverage linebacker, kérem. Amilyen jó előrefele, ugyanolyan jó hátrafele. Egészen nevetséges, ami történik. Mert tényleg ilyen nehéz lett volna megfirkálni őt? Vagy most akkor Daniel nem lát 5 yardnál hosszabb? Nem is akarok belegondolni, hogy mi történik, de hogy ezt a párharcot sikerült is, ezt is sikerült úgy lehozni, hogy végülis a Tampa jött ki belőle bőven jól. Pass break-up Pierre-Paulnak coverage-ben. Ezt tudni kell, hogy Detroit városa gyűlöli a hálaadást, ugye mindig játszanak, mindig Detroit meccs van, kikaptak általában, szomorú fej. Ha most már elintézték azt is az NFL-nél, Detroit városa utálja a karácsonyt, igen, most két ünnep, két legnagyobb ünnep az országon belül, gyűlölik, mint a szart, mind a kettőt, minek kell játszani, nem? Van elég bajunk, hogy vasárnap kikap a csapatunk, most már karácsonykor is, kapjatok ki, főműsor időben mindenki lássa. Szegény Detroitok. Na hát Antonio Brownnak is van touchdownja, szót nem lehet szólni. 34-0. Nincs mercy rule, mert Sakap egyet mellé rúgott. Sakap borzasztó volt ezen a meccsen, csak mondom. Három rúgást hagyott ki, extra pontok, mezőnygólok. Tehát végülis Préter jobb volt, mert ő berúgott egyet. Úgyhogy itt nem jött be a Kingsbury teória, hogy ahol a jobb rúgó van, az nyer. Mert most ugye a Tampa Bay nyert mégiscsak, mert Bradynek meg volt 348 yardja az első fél időben. Azért az számít. Még amikor dobtak is zászlókat, itt is el kell mondanom, Tampa Bay kapott zászlókat, semmit nem számított. Detroiton semmi nem múlott. Ők feltett kézzel jöttek. Szóval így, ha számolgatunk, hogy ugye Brady lehozza a második félidőt, hogy nem csak a 10 touchdown lesz, meg 700 yardja lesz ezen a meccsen. Detroit kezdi második félidőt, akkor legalább elhúzódik kicsit így a kínzások sora. Swift indul, elfumblizza, megchallenge-elik, nyilván Arians megchallenge-elik el a győzés. Megnézik, hát ezt elfumblizta, dereg. Na, mi legyen akkor, Brady? Maradja. Ezt megcsinálja Blaine Gabbert. Jó. Gronkowskit visszaöltöztetik, elindul, 40 yardos sásnap kiosztja. Lehet, hogy 20, mit tudom én. Valami ilyesmi volt már. Gronkowski megfogta egyből Gabbert passzát. Innentől akkor Blaine Gabbert nézzük, Chase Daniel ellen. Így van. Két Missouri irányító.
váltották egymást. Az egyiknek is volt szupersztár elkapója, Jeremy Maclin, meg a másiknak is, Danario Alexander. Melyikőjük vitte többre? Nehéz a kérdés. Lényeg az, hogy itt vannak. Aztán mégis mind a kettőknek a rekordjait megdöntötte Drew Locke. Missouriról beszél. Beszélgessünk a Missouri Tigersről. Minden idők legjobb Missouri Tigers irányítója itt ezek között van? Nem, Brett Smith. Azt érdemes meg YouTube-ozni. Brett Smith, hogy mit csinált annak idején, az kemény volt. Na, hát már elszpoilereztem, hogy Prater rúgott gólt. Hát az úgy volt, hogy Agnew, kérem szépen, punt returnből szerzett touchdownt a Detroitnak, nem offenseből. Azt visszaszaladt, nagyon szépen bevitte, utána csúnyákat mondott, zászló, mindegy, megadták. Voltak pontjai a Detroitnak, extra pont is jó volt. Igen. Úgyhogy végül is becsületpontokat megszerezte a Detroit. Szép lett a karácsony. És ez, hogy Antonio Brown itt van, most ezzel így megvariálták kicsit az elkapó rotációt. Az én emberem, Tyler Johnson kevesebbet szerepel, hát most bemet egy playre nagyjából, 35 jaros elkapás. Mondanám, hogy milyen bíztató jel, de hát végülis ez Detroit ellen mindenki bíztató volt. Evans csinálja a touchdownt a végén, neki is vannak franchise rekordok, hát most itt nyilván. Na, akkor irányító csere, lehozzák Danielt, elég volt ezért a pénzért, és akkor jön David Blah. Hát onnantól kezdve már nem nagyon érdemes nézni. Eddig az volt. Igen. Végül is Tampa Bay bejutott rájátszásba. Még nyernek egyet, ötödik kiemelés, és akkor mehetnek keletre, ahogy azt már régóta mondogatom, hogy az lesz. Hát bárki ellen azért az szép lesz. Kíváncsi leszek, hogy lesznek-e hatásai ennek a mérkőzésnek, meg így az előzőnek, ugye Falcons elleni második félidőnek, amikor hát azt láttad, hogy akkor Brady nyerj nekünk ezt a meccset, mert ugye Falcons ellen majdnem, hogy leadták teljesen, így a stáb részéről, és akkor Brady visszahozta őket. És ezen a meccsen azt mondták, hogy akkor innentől kezdve jutalomjáték, hát elég jól működött, és nem szarakodtak állandóan első és tízre a futással. Aztán majd lehet, hogy visszajön Ronald, akkor azért meg kell alapozni a futást. Most itt Detroit ellen nem kellett megalapozni, lehet, hogy a nagy előny miatt. De hát aztán most ilyen ez a Falcons, még a wildcard meccsen is aránylag nagy favorit lesz a Tampa, tehát még azt sem mentom, mennyire lesz mérvadó. De hát nekik itt nem itt a rájátszás bajutás, meg ott az első meccs az a lényeg, de gyűrűért mennek vágott, szóval mondom. Kíváncsi leszek, hogy ezt a formát így megtartják-e, és akkor azt mondják, hogy Brady, ez a te csapatod, most már kellett 15 hét, de most már a tied. Jó, nem az első héttől volt. Vagy akkor visszaállnak, hogy jó, majd a play-off-a mi azt tudjuk. Vágom, mert te ritkán jársz play-off-a, Tom, de elmondjuk, hogy mi a left witch-el hogy szoktuk csinálni. Aztán majd abból tanulsz. Nem tudom, melyik utat választják, de hát az még odébb van. És ennek a meccsnek igazából 3 drive után vége volt. Első komoly play, Renfro punt return, látványosan. Hozzáér, adják neki, Jacobsnak is. Megy a Raiders, aztán az egyesről be kellene ugrani. Derek Carr vállalta a játékot. Ja, Mariota igen jó játszott, aztán nem tűrheti Derek. Kiszorítsák az ő pozíciójából, hát ő örökre itt akar maradni a kezdőben. Jó neki itt a Raiders. Jó a csapat, play-offban nem kell játszani, januárban ráérsz. Pénz megvan. Ne vegyék már elő az ő munkáját. Rendben. És akkor viszont atletikus volt Mariota, az meg egy olyan dimenzió, mint a te játékodban nincs benne Derek. Mert előre ugrasz, touchback lesz. Na jó, nyaljátok ki, most megcsinálom. Derek beviszi egyről. Ezt is tudja, ha kell. Ugye? Megtanulja, hogyan kell gyorsan futni. Igazi Las Vegas defense érkezik utána a pályára. Hát most az olyan, mint a Minnesota-é. Én arra számítok, tehát most így a Raiders védelmet elnézeget, tehát ugye van náluk egy-két normális játékos, hát ők most nincsenek pályán. Oké, okay. És hát azt várom, hogy hasonló katasztrófát, mint amit a Vikings előadott. Ahhoz képest csak mezőny gólt kapna. Hát fiúk, ezt tudnátok hozni hosszabb távon, teljesen jó defense lenne. Tua sok jó passzal kalkulál, de ezek ilyen rövidebb passzok. Semmi extra egyelőre. Amit vállal, azt megcsinálja, de keveset vállal. Ellenbe Derek Carr, hát ő megy, viszi át őket, és akkor Derek Carr, ő Tuának az ilyen már fejlesztett változata. Visszagondoltok Derek Carr újon szezonjára, amikor a legfiatalabb játékos maga után az ilyen 36 éves volt, az olyan hasonló szezon volt, mint amit Tua csinál, tehát nagyon nagy menedzserkedés volt. Aztán hogy kifutotta magát Derek? Megoszlanak a vélemények, de mindegy, hát ugyanazként ő is így játszott, mint Tua. Ez most csak így véletlen jutott eszembe. Aztán most is már viszi őket, Derek.
és kiszekkelik őt mezőnygól távolságból, úgyhogy Raiders nem tud pontokkal válaszolni. És hát még mielőtt eldobta volna, ezért Jason Wittennek már most van két célba vétele, és ezekből egy kombinált egy yardot sikerült összeszedni a Raidersnek. Nem erőltetni, mert ugye van itt ez a tight end játék, ugye Raiders, Darren Waller, hát ő igazából elkapó, de minden. Foster Moreau, Derek Carrier, nem valahogy mindig az a vége, hogy Jason Wittent kell a fontos helyzetekbe elővenni. Hát most megérte nagyon megint. Két target, két yard, szek. Tuának a 9. passza az első, ami rossz helyre megy, amúgy odáig jól játszott, de egy kicsit már ciki nekem, hogy így nézem a Dolphins-t, 3 drive-ból van 3 pontjuk. Most azért, érted, Raiders ellen azért gyakrabban kellene odaérni a célba. Aztán nem történik meg, kezd kínossá válni, hogy oké, okay, hogy nem dobod rossz helyre, de pont hogy lesz ebből? Sehogy. Raidersbe Jalen Richard villan, 3. és 19-et megfutja. Erről van szó, kérem. Ott is van egy mezőnygól, akkor most így mennyi az állás? 10-3. Dolphins megint nem tud csinálni semmit. Tuának van 45 yardja, 50 yardos vonalon 4. és 1-re kényszerülnek, és akkor behívják a féket. Fegyelem futás. Clayton megkapja, elindul. Fegyelem hozza a leghosszabb Dolphins játékot támadásban. Csere safety. Igen, Clayton, fegyelem. Ez sokat elárul arról, hogy mennyire explozív ez a Dolphins. Hát berúgják 10-6, hagynak még 1 perc, 42 másodpercet Wallernek, mert nem Dereknek, hanem ott Wallerre múlik. Ő is elviszi őket, ők is bekaristolják Carson. 13-6, közte 7 félidőben borulni látszik a papírforma. Ugye itt a Dolphinsnak győzelem az kell, ugye a rájátszáshoz. Raidersnek már oly mindegy. Ja, mert hogy a Dolphins kikapna, akkor itt a más AFC wildcardra ácsingózó csapatok szurkolói, ugye ezt mind nézik. Tehát ez szombaton van, tehát most ők ráérnek. Tehát Cleveland szurkolók, Baltimore szurkolók, Indianapolis szurkolók, mind nézik, mind rettentően szurkolnak, hogy a Raiders győzzön, de még inkább, hogy Dolphins ne nyerjen. És első fél idő után egy jó irányba haladnak a dolgok, és akkor kicsit letisztulhat a kép, hogy a Dolphins leszakadna, ugye milyen jó lenne. Tehát itt most Raiders szurkoló tábor az nagyon megugrott. Gaskin nagy futásával megindul a Dolphins a második fél időben. Vörözzónában szintén Miles Gaskin elkapja labdát, és abból szerez touchdownokat, egyet. Tua, megvan neki TD passz, akkor így egyenlít a Dolphins 13-13. És akkor én itt már úgy vagyok vele, hogy itt már az a kérdésem, hogy Tuának kevesebb lesz az incomplete passza, mint Bradynek előző nap? Úgyhogy végigjátsza a meccset, mert hát láthatóan azért nagyon ritkán dob a földre, még hogyha ez ugye pontokban nem is manifestálódik. Hát általában az jobb, hogyha nem elég, hogy jó passz csinálsz, hanem még Tesla is van belőle, de hát oda még nem jutott el, tehát ahhoz még neki kellene 20 év rutin. Las Vegas saját térfelén turnover on downs megtörténik, elhagyják, jöhet a Dolphins rövid pálya, hallod, előrébb a Raiders védelem. Leszekkelik Tuát. Csak nem tudnak elszakadni egymástól a csapatok, nagyon, nagyon kiki mérkőzés szaga van. De hát aztán itt a Dolphins így a playoff-ba akarna menni, a Raiders meg 50-50, aztán mégis azt látod, hogy ezek ugyanazt tudják, milyen érdekes. Másik évben meg máshogy lesz majd. Brian Edwards megvan még? Hát itt van a training camp legnagyobb sztárja volt állítólag. Bejön a Raidersbe, beállítják backfieldre, trükközik a Raiders, nem annyira. Wallernek dobják így is a szélre, bármilyen egzotikus formációt látsz. Vége az, hogy Waller kapja. Aztán még Wittennek is van egy first down-ja, látod? Az, hogy csak belemelegedett. Aztán 20 yardról Carson bevágja. Nagyon gyenge vörös zónás offense. Hát itt aztán végképp, de egész meccsen azt látod, hogy nem annyira működik ez a támadójáték olyan flottul, főleg úgy, hogy már így belemelegettünk így az előző mérkőzéseken, hogy látjuk, hogy milyen az, amikor egy hatékony offense látunk, vagy a gyenge defense látjátok itt, mert mind a két defense nagyon keményen játszik. Oké, okay, mondjuk ezt. Tehát most tényleg a Raidersben miket látsz? Szekkel a defense, pass break up, jön a levegőbe, labda leüti, kivédi, nyomást generálnak. Mi történik? Tehát kirúgták Paul Guntert, ugye, védőkoordinátort, és defense magára talált. Kicsi a minta. De hát most ezen a meccsen egyik legjobb arcát mutatta a Raiders védekezés.
Úgyhogy nem játszott se Moró, se Kwiatkowski, tehát megint csak azt mondom, két legjobb linebacker ugye nem játszott, legjobb. Papíron Corey Littletonnak kéne lenni a legjobbnak, ő meg nulla áthúzva idén, szóval nehéz kiigazodni, hogy ezek most kitől akarnak jó teljesítményt. De lényeg az, két kezdő linebacker nem játszott, ugye? Hello Minnesota. Aztán mi van? Semmi nincs, öreg. Jön a nyomás, generálja a Raiders, mondjuk eleve jobb személyzetük van ehhez. Hátul meg, nem látod a különbséget. Jó ez. Gunter volt a hibás, na csak kiderült. Waller iskola, megint az folytatódik, Eric Rowe van ott, aki próbálkozna valamit védekezni, folyamatosan rákerül a pószterre, úgyhogy ezt így megoldják. De utána viszont egy olyan eseményt láthatunk, amire nem voltam felkészülve. Dolphins 25-ös számú játékosa irányába megy a labda, hát azt tudjátok ki? Xavier Howard. Megy a labda. Mindannyian tudjuk, hogy hát ő egy dolgot érte az amerikai futballban, az pedig az interception szerzése. Megy a labda, nem fogja meg, leüti a földre. Pass breakup, Xavier Howard. Hát még az öreg kutya így tanul trükköket. Hát régen így azt láttad, hogy így elmegy, hát nincs esélye megfogni, hát akkor minek ugorja. Most meg még küzd, azt levédi, leüti a földre Xavier. Csalódtam azért kicsit, hogy nem fogtad meg. Szóval negyedik negyedben vagyunk, Tua nagy nyomás alatt játszik, viszont 100 yardja sincs. Tehát azért az kevés. Oké, hogy Parker nem játszott, de hát így is többen vagytok, mint előző héten, mert legalább Gesicki itt van. Nem néz ki jól az, ami történik, mert nagyon-nagyon behatárolt az egész támadójáték. Las Vegas kap egy elit kezdő pozíciót, nem játszik igazán jól egyik csapat sem támadásban. Hát most ugye Las Vegasnál meg az van, hogy elit kezdő pozíciónak, akkor mi van abból? Incomplete pass, úgyhogy két ember közé behány nyakár, aztán leszekkelik. Bajok vannak megint. Egyetemen jogos az, hogy a Raiders nem jut be a play-offba. Azért lássuk be, hogy ez azért nem az a teljesítmény. Aztán, hogyha más évben ugye nem lehetne ácsingózni a hetedik helyre, hát akkor mindenki vált volna, hogy mit akartok ti ott. Most még így volt számolgatás, bejutnak, nem jutnak. Hát ez nem éppen az a teljesítmény, ami be kéne jutni. Bezzeg a Dolphinsé, hát eddig ők se azok. Látja ezt Flores is, tehát az mégiscsak értelmes ember, azt mondja, hogy jó van fiúk, hát ez láthatóan gyenge. Fitzpatrick menjen be. Megint ez van. Általában Tuát nem is ő, hanem a vezetőség követelte a csapatba. Floresnek kell a playoff. Aztán, hogy ez jó-e nekik, vagy nem, hát jó, hát. Aztán a playoff a legjobb esélyt, az még mindig Fitzpatrick jelenti. Mert hát ugye múlt héten elmondtam, hogy az ellen a New England ellen, ahol ugye nem voltak elkapók, a tökéletes volt Tua. Nos, ezen a Raiders ellen, ahol ugye védelem az sebezhető, de tökéletes lenne Fitzpatrick. És ugye Tagovailoa nem vette át a stílusát, mit az Isten. Viszont Fitzpatricknek a stílus az változatlan maradt. Na menjünk majd, én megoldom. 4 passz, 42 yard, már majdnem annyi van, mint Tuána. Elviszi, Gesicki-t meglátja, hát neked dobom, ezek nem bírják elvenni tőled, jó dobom. Mezőnygold drive-ot szed össze Fitzmagic. Két nagy játékkal elmennek a 4 yardos vonalig. Csak hát ott folytatódik a gólvonalas síralom történet. A gólvonalon egyik se tudnos támadni ezen a meccsen, nagyon nagyjából, ha kár nem ugrik be, akkor senki. 16-16. Haladunk a döntetlen felé. Hát most figyelj, itt a Colts, Browns, Ravensnek jó a döntetlen. Nektek, Raidersnek, nekik is most már jó. Csak a Dolphinsnak nem jó. 4 perc van hátra. Legveszélyesebb deep threat megindul. Nelson Agholor. Mutatja kár, hogy na jó, mennyi most előre dobom, ha halljátok, bármi lesz, eddig nem nagyon dobáltam előre, mert nem szeretem. De most már azért ott tartunk, hogy akkor nézzük meg ezt a tesztet. Most Nelson Agholor tudjuk, hogy gyors. Tudjuk, hogy képes a védelem mögé kerülni. Azt nem tudjuk, hogy ő ilyen 50-50-es labdákkal lejönne, úgyhogy harcolnak vele, úgyhogy a másiknak benne van a könnyökkel szájában, és feldobja kár. Ő meg ilyeneket nem vállalja be, hogy hát fognak téged, minek dobjam oda. Feldobja! Menjél Nelson! Feldobja kár! És Agholor felmegy, védő is megy, és leszedi a védő erről a labdát Agholor. Harcol érte. Ó. Megfogja, lefordul a védőről, ott hagyja a picsába, végig megy. Nelson Agholor, kérem szépen, az ember. Azt gondolták, hogy majd a Henry Rux idejön, akkor milyen jó kis vertikális passzjáték lesz. Labdával nem találkozik soha. Nelson Agholor meg egy vadállat, tehát az Eagles nem véletlen draftolta első körben. Volt neki egy jó szezonja. Itt meg szupersztár játékos. Pro Bowl. Agholor levédhetetlen.
nem elég, hogy gyors, ugye, gyorsabb nálad, még leszedi az 50-50-es labdát, tehát valahogy ilyen faszi, hát sovány. Igen, Tyreek Hill meg alacsony, aztán ő is leszedi. Tehát akkor Tyreek Hill, Las Vegas-i megfelelője, azt hitték, hogy Henry Rux lesz, de ugye vagy. Nelson Agholor az! Kiszámolod, kijön. Nagyon jó minden, akkor hát újra megvillantak a csillagok, Carson az extra pontot mellé rúgja. Nem mindenki látta, de megtörtént, hát azért az nem mindegy. Utána Gaskinnek van egy nagy elkapása, elindul az oldalvonalnál, és akkor így megfordul a fejekben, hogy ezt mondja, ez volt 2.55 van hátra, engedd be, te is, engedd be. Nem mondják ki, de tudják, hogy hallod, hát ezt nem igazán védekezzük majd itt ki. Fitzpatrick megdobja neki, beszaladt Gaskin, igen, messziről. Touchdown, extra pont jó. De mivel maradt az órán 2 perc 55, mégis Raidersnek jó. Hamar bekaptuk, érte? Tehát itt a touchdown az egy másodlagos dolog. De elsődleges az, hogy ne túl korán kapd. Ugye? Ne túl későn, attól függ merő vagy. Jó volt. Megkaptuk. Touchdown kaptunk. Nem baj, van időnk. Tánc. Jó volt a defense. Így is ilyen kevés pontot kaptunk. Egész meccsre lebontod, egész jó, nem? Végül is jó volt, hogy beengedtük. Ez az. Legközelebb jönnek, akkor is engedjük be. Akkor kár, az előbbi figura. Megvan még, hogy mit hívtunk? Hát azt hiszem meg, emlékezetes mód. Nelly, menjél! Ketten fogják Agholort, Byron Jones van ott, meg egy másik, nem annyira lényeges. Kár elindítja, hát tudjátok, hogy Gunslinger a csávó. Elindítja, Byron Jones húzza Agholort, vagy nem? Azt mondják, igen. Hát bedobják a sárga zászlót a messziből. Összes fejét fogja Byron Jones, hogy ez most megtörtént, ez a szabálytalanság, de... Agholorral nehéz vágod, annyira gyorsan szalad, kicsit hozzáérsz, már elveszíti az egyensúlyát, aztán úgy tűnik, mintha felborítottad volna. Bedobják. Raiders nagyot ment előre, akkor ők is számolgatnak, hogy akkor most mi legyen az előbb. Beengedik, nem engedik be. Touchdown, mezőnygól, mit csináljuk? Jacobs meglódul, egyesen lefekszik. Na hát akkor is az lesz. Mert hogy akkor touchdown csinálunk, akkor most még adunk időt az ellenfélnek, hogy ők is jöjjenek touchdownért, Fitzpatricknek, vagy lefektünk az egyesen, tuti berúgja a mezőnygolt Carson, ez közelebb van, mint az extra pont, és akkor nem marad csak 19 másodpercük. Hát miben bízunk jobban? Saját képességeinkben, hogy kivédekezünk egy drive-ot, vagy abban, hogy az ellenfélnek nem marad ideje. Hát abban az ellenfélnek nem marad ideje, ne viccelj. Tehát azt mondja, hogy nekünk kellene itt jó védekezni hosszabb távon. Kik vagyunk? Raiders, nem védekezünk mi. Legyen inkább az, hogy az óra majd megnyeri a meccset. Jó, ne kelljen nekünk itt touchdown-t kivédeni. Stresszes. Kivédjük a mezőnygolt. Kevés idő alatt. Hát egy vagy két play. Azt össze tudjuk még szedni. Legyen ez. Jacobs lefekszik az egyesen. Kikéri a Dolphins összes időkérését. És akkor jön Carson, már csak be kell rúgni. Carson berúgja. Vezet a Raiders 2 ponttal. Nincs vége a mérkőzésnek. És akkor Fitzpatricknek itt a lehetőség, hogy 19 másodperc időkérés nélkül valahogy mezőnygól távolságba vitt bele a csapatot, de a touchdown se rossz. Hát az azért nem lesz meg. Jó, feljön Fitzpatrick. Jön, dobja. Dobja a passzjáték? Passzjáték jön, azt azért elmondom, hogy a Raiders azért számít rá. És akkor itt bekapcsolódunk. Damon Arnett, jobboldali cornerback. Cover 2-t védekezik a Raiders. Két safety hátul, nem engedik hosszú. Arnett, jobboldalt. Hol? Hát Arnett így jön föl. Első körös corner, Buckeyes. Nézi, hogy... ki ez a... nagy szakálú csávó. Damon Arnett nem nagyon ézene felt, tehát azért tudni kell, ő első éves, nem nagyon ismeri ezeket. Tagovailoát ismeri, hogy Alabama mindig mondták a riportokban, hogy ő milyen, de hát ő a kezdő, készült rá, most ez a csere bácsi, ez ki ez hogy szokott játszani, mit tudja ő? Hát, tehát fodrásznál erre nem nagyon beszélnek. Fitzpatrick. Sose hallottam. De hát van a csere irányítók, az azt jelenti, hogy már öreg, a bácsi nem tudja dobni, meg így szétosztja egy röviden, ilyen Chase Daniel jellegű játékos, nem? Mert milyenek a csereirányítók? Félni kell tőlük, dehogy kell. Nálunk mondjuk a Mariota van, ő mondjuk polinész, tehát tőle félni kell. Marquez Tuisasosopótól is kellett félni, tehát ő is az volt. Tua.
A túlszeszoszlopot ismeri, Arnett, de Fitzpatricket nem. Nem, itt már csak én ismerem, tehát ez a mesélő szól. Tehát itt a negyedik falat is lebontom. És akkor úgy van vele Arnett, hogy ha biztos dob valami checkdown-t ez a bácsi, itt beállok, fogom a fletet, hát ha valaki idejön. Tehát Arnett úgy van vele, hogy úgyse dobja messzire, de hogyha mégis, akkor mindegy, majd ott lesz a safety leszedi. Na most. Hát Damon Arnettnek nincs igaza. Fitzpatrick nem a rövidet keresi, hanem hosszan dobja az ő embere mögé. Tehát az ő háta mögé az emberéhez. Arnettnek az emberéhez. Hát mit ad Isten, a safety nem ér ki a szélre. Fitzpatrick beleáll a dobásba. Indul az ember a szélen, az elkapó, neki megy a labda. Eközben Rácsát meghúzzák. Lentről szétütik a térde alatt. Szét. Roughing the passer, face mask, amit akarsz, lehet válogatni. Rendbe. Sikerül az átadás? Sikerül. Arnett nézi. Hát ezt most nem sikerült olyan jól kivédekezni, fiúk. Nem? Sikerült azt így lemenedzselni, hogy végülis egy 44 yardos mezőnygóra limitálják a Dolphins-t. Hát van, aki kihagyja, tehát azért ők is tudják, hogy Carsont, amikor így nézegetik edzéssel, valamikor mellé meg. Na most itt Sanders van, csapatkapitány Jason, Pro Bowl, nincs neki. Bekeveri. Dolphins megnyerte. Paul Gunter jöjjön vissza. Védelmet instruálja, mert ez nem volt valami jó itt a végén. Cleveland, Baltimore, Indianapolis, drukkerek szomorúak voltak. Én most is az vagyok kicsit. Az időrendiség kicsit felborul, de nálam így vannak a papírok, úgyhogy mindegy, ez a fő. Az elején mit láttunk? Kérem, Kyler lóbálja a labdát. Akkor jó, van kedve játszani. Kirk elszalad a széren. Futók vannak, megy a futójáték. Kárc, ez az. 3-0-ra vezetnek. Na, már az elején vannak pontok, az azért jó jel. Mégiscsak Niners-el játszunk. Csereirányító helyett. Csereirányító, harmadik számú. Hiányzó emberek. Meg lesz ez, meg lehet. Nugent bekeveri, nyilván 3-0. Cliff örül. Cliff látja, hogy halljátok, itt a Nugent nem rúg, gólt senki nem rúg. Kyler, DeAndre Hopkins, mi szupersztárok. Egy gólt nem láttam, hogy rúgtatok volna. Megint az öreg Mike Nugent, ő a kedvenc játékosom, mellém ül a buszon. Murraynek egymás után van 4 incomplete passza ezután, tehát csak úgy mondom, hogy annyira mégsem ment jól a játék, hiába lóbálta az elején. George Kittle visszatért egyébként, tehát az azért fontos, mert hogyha játszik George Kittle, akkor jobban megy a futás. Érzed az összefüggést? Gondolj bele. És az azt jelenti, hogy akkor megy a futás, most Jeff Wilson van. Most ő az, aki a futó, hát Senehennél oly mindegy, valaki jöjjön. És akkor Jeff Wilsonnak egy elkapott touchdownt odavarázsol CJ Beathard. Így Niners vezet 7-3-ra. Arizona 40-esről pantol. Az igen-igen kiváló pantálás, úgy sikerül, hogy nyernek nettó 20 yardot. Úgyhogy Kingsbury esetében megint van valami, rá lehet mutogatni, hogy biztos így kell ezt a meccset menedzselni. Oké, okay, harmadik irányító, nem kell félni tőlük, meg ilyesmi, de hogyha nem kell félni, akkor meg rá kell menni, nem? Mert az azt nem mondja, hogy Nugent rúgj rá 57-ről, de... Hát itt megint voltak döntések, ami alapján így egyértelműen rá lehet mutatni, hogy melyik csapat van jobban menedzselve. Hát nem a jobb mérlegű. Úgyhogy sajnos nagy kedvencünk, itt azért voltak döntések, aminél így rámutatott, hogy mégse annyira ért hozzá. Mert ott van CJ Beathard a másik oldalon, hát 100. számú irányító, ugye? Aztán behívják neki a futójátékokat direktbe, ugye? Zori mehet. Ryan Finley után mehet már mindent. A Channel is látta, gondolom, hogy Ryan Finley, igen komolyan Steelers ellen. Halljátok én CJ-re, akkor behívom a zone read-eket, menjél. Kyler Murray szintjét nem biztos, hogy megütöd, de összezavarod őket. Összezavarja. CJ betört futások. First down. Dan Arnold itt taszítja a labdát az elején, tehát ő azért akkor a labda mágnesnek tűnt. Most azért nagy játékokat benne hagy. Tehát azért jó, nem Kingsbury a hibás, mert azért vannak hibák. Titan fiú is. Nagyon tudnának menni, de elejti, elhantja. Punt van belőle. Szívás. De még DeAndre Hopkinson is elakad két drive, vágod. Vagy nem fogja meg, kilép, leesik a labda, Jason Verrett leüti. Tehát most így nem is Cliff a hibás, jobban belegondolsz, mert hát itt az játékosnak kellene megcsinálni a játékot. Hát ez ennyire egyszerű. És hát azok az emberek, akinek meg kellene nyerni ezt a Cardinals meccset, bármelyik Cardinals meccset, azok nem nyerik meg. Tehát most nem tudom, hogy Arnold ez-e, de hát ő ugye az extra réteget adja.
De hát Hopkins két drive elakad rajta, mert nem fejezi be az elkapást, nem csinálja meg egyáltalán. Most akkor mire számítunk, ugye? A Nugent berúgja, ugye, mert ő a legjobb játékos a squadban, 7-6. Jó, mindegy, szoros meccs. Arizonánál bizakodnak, szoros meccs. Mi vagyunk a jobb csapat, majd ez kijön meccs végére. 36 másodpercet hagynak CJ-nek, Betternek, pontosak legyünk, jön. Hudson Reddick érkezik meg, hát másik szek gép, így nem játszik Gardeck. Reddick magára veszi, most is 9 szekket csinál, nem? Most csak egyet csinál egyszerre. Kipattintja. Cardinals kivérekez, 8 másodperc, semmire nem elég. Ugye a Cardinalsnak ugye volt ez a Hail Mary-je, ami beesett, és hát emiatt ők rá úgy emlékszünk, hogy ők itt az utolsó másodpercben milyen veszélyes csapat, de ezen kívül, hát én ugye láttam az összeset, marhára nem hatékony, amit csinálnak. Tehát amikor ilyen kevés másodperc van, 2 perc alatt, vagy még 1 perc alatt, még inkább, amikor már nagyon kevés kéne, ha már ilyen Fitzpatrick kapcsán beszéltünk már ugye erről, egyetlen egy normális drive-ra tudok visszaemlékezni a Cardinals részéről, amit így sikerült kevés idő alatt a végén megcsinálni, és nem baromság lett a vége, vagy nulla vágott. Nem jók ebben. Tehát a Hail Mary, ugye jó hangzik, és amiért ugye erre emlékszel, hogy vigyázni kell, amúgy nem kell vigyázni, az is véletlen volt. Nagyon bénák itt az utolsó néhány percekben, másodpercekben szerintem. Ezért nem lesz playoff? Ezért. A második fél időben Ayuk Rivers, igen, George Kittől az szokásos, amit szokott csinálni a Niners, azt lehozzák, elmennek, megakadnak, 41 yard, Robbie Gould mellé. Underdogként könnyűt benne hagyod. Ennyi Robi. Pedig hát ott van Robi, ott van Nugent, nem is tudják már melyik a rutinosabb. Aztán. Csak Cliff Engberre rúg jobban. Mindegy, szekkeli Kylert jönnek vissza. 49-esek. Jeff Wilson több mint 100 yardot fut már most. Aztán Verizonában Juszczyk megjátszható. Touchdown szereznek, odaadja neki Betört. 14-6. Hát még addig, hogy itt az Arizona elcsúszhat. Utána Arnoldnak dobnak egy first down-t, és leér a sípcsontja, földön megvan, mutatják San Francisco labda, vagy valami ilyesmi, visszanézik, tehát meg kell nézni, hogy mi volt. Hát halljad. A játékvezetőkről nem beszéltem még ebben a videóban, mi van velem? Szóval itt néztem, hogy Arnoldnak len van az összes sípcsontja, aztán végül csak kijött az, hogy nem volt meg a labda, meg ilyen. Hogy van az most? Nem is értem, hogy mi volt. Mindegy, a lényeg, a San Francisco nagyon sportszerű volt, látták, hogy az Arnold ez megfogta ezt a labdát, úgyhogy feljönnek, Niners utána elpantolja picsába. Hozzátok mégiscsak játékvezetői labda. A saját térfelükön negyedik és gól az Arizonának. El van keseredve Cliff. Tehát onnan nem lehet mezőnygólt rúgni. Akkor ráküldi Kylert, menjél, fussd meg. Jó, kiforgatják, jól elszalad Kyler, használja a lábát, ez az. De hát nyomás van, menni kell az eredmény után, jó döntést hoznak, Kyler kihozza. Kár, hogy kevés ilyen van, amikor így látsz valami extrát, valami újat Kárztól, nagyon keveset látsz. De ez most sikerül. Kishon Johnsonnak van nagy elkapás az oldalvonal mellett, megvillan Kishon, igen. De egyébként megmondom nektek, elég alacsony színvonalú mérkőzés volt. Nem mondanám, hogy elájultam itt a csapatoktól, mert Raiders, Dolphins is nehezen indul, de hát ott a vége az ugye mindent felettet. Itt meg... Nehéz volt kiküzdeni ezt a mérkőzésen magadat. De mindegy, akkor ott van a vörözzóna, ezt azért mondom, mert megint megjönnek a vörözzónába, aztán kihúlik az összes hajad. Nagy nehezen Drake beviszi. Kell a kettes, ugye az egyenlítéshez. Hát az rettentő, megint Hopkins háta mögé, leesik. Semmi esély nincs rá, hogy sikerül. Jó, jön a másik csapat, see you out. Az Arizona saját 35-ösén van. Van még idő bőven, 2 pont a különbség. És ez Kingsbury most megint túltolja az agresszivitást. Az előbb beforgatta Murray-t, meg lett a first down negyedikre. Hát most saját 35-ösön a 4.-2-re. Erre most minek kell rámenni, mert van még idő. Láthatóan a Niners nem veszélyes, az előbb csináltak 0 yardot. Most is megcsinálod Kyler 2 yardot, mi offenzünk bármikor. Fred Warner játszik, leüti a labdát. Kivérekezte a Niners, rövid pálya. Úgyhogy azt mondom a Raidersről, hogy megjelenítek, nem jutottuk a playoffba, úgy gyorsan mondtam. Akkor most a Cardinalsra is igaz. Tehát, hogy ilyen játékkal, amit így mutattok az elmúlt hetekben, nektek sem kell oda bejutni. Jeff Wilson befut, valamiért nem ér az a touchdown se, mint csinálnak másikat. Betört, megint Juszczyknek. Na most jó.
Robbie Gould kiadja az extrát. 20-12 az állás, egy labda birtoklásos meccs. El tudott volna menni a Niners 9-re, vágod, az a lényegében lezárták volna, nem zárták volna le, de nagyjából igen. Hát ez nem történik meg, mert Gould hagyja a 8 pontot közte. Murraynek megvan a 7. futása, tehát azt jelenti, hogy megvan a meccs, ugye ezt kiírták. Legalább 7 futójáték Kyler Murraytől, mindig győzés. Kevesebb, mint 7, ritkán van győzés. Megvan neki a 7, na hát akkor ezt most végigmenetel majd a Cards, aztán megfordítják, hosszabbítás, aztán ott megnyerik. Hát nem. 4. és 2, hát ott megint Murray elszalad. Hát hogy ezt már mondtam, összekevertem a 2. kísérletet, hát rég volt már, lássátok be ti is. Lényeg az, hogy megvan, megfutja Murray, jó volt. Aztán a célterületre beível egy labdát, ami Kylerünk, undorítóan gyenge próbálkozás, Akello Witherspoon-é. Hát ő se az a labdamágnes, ugye, hát egy gyenge pont volt a Niners secondary-ben tavaly, majdnem eladta a Vikings elleni meccset egymaga. Aztán lejön vele Witherspoon, interception, megvan, kivédekezte a 49ers 4 perc 35-tel a vége előtt. Hát ez megint csak nem volt valami hajderős támadójáték. Megadja lehetőséget akkor, hogy lefuttassa a maradék időt 49ers Jeff Wilsonnal az élen, így van. Mennek, tudják, hogy a végén, hát ez egy mezőngóllal eldőlnek a dolgok. 37-ről kell odaállni a Robbie Gouldnak, van hátra 1 perc 5 másodperc. Berúgod most, hát tényleg vége, Robi. 2-t elrontottál, ezt most berúgod, igaz? Igaz. Nem igaz. Mellé. Még mindig küzdenek. 65 másodperc, és mindig csak 8 pont közte. Itt Robi Gould az ellenféllel van. Valami tisztfixülés gyanítok. Hát végülis ezt az Arizona nem tudja kihasználni, mert totál reménytelen az egészet. A vége is, még hiába. Semmi nem történik. Kiesik a Cards, nem tudom, hogy kiesik, de kikapott a Cards. Na, tehát most itt. Továbbjutás az nehezen lesz meg. A Chicago Bears beelőzte őket hivatalosan is. 8-7. Cards, 8-7 a Bears. És itt azért most számot kellene vetni. Egész szezont megnézed. Tehát most Cardinals-tól mit vártál? Első fordulóban megverték a Niners-t, ugye? Hogy most ez az év Cardinals-é. Milyen látványos lesz az offense. Voltak meccsek. Ugye, Cowboys ellen Daltonnal. Voltak meccsek. Dolphins ellen, tehát azóta. Összerakod, hogy ez a hivatalosan látványos Cardinals offense ez milyen, meg ugye az egész csapat milyen, defense-el együtt, ami ugye felül teljesít, meg milyen a Chicago Bears, még hogyha véletlen is, mert tudom, hogy a Chicago Bears véletlen, játszik ilyen magas szinten, a támadásban, véletlen, de akkor is, pusztán a nyers számokat megnézed. Van egyértelmű különbség a Cardinals javára? Miért? Nincs. Ó, hát Kylernek igen, nyilván magas a plafon. Mikor jön ki semmikor? Amikor meg nem fáj a válla, mint például most fáj a válla, nem fáj a válla, ezt kell kérdezgetni. Chicago Bears megbízhatóan hozza magas szintű támadó teljesítményt. Röhögés nélkül elmondom, Arizonától várjuk, nem jön. Nehezebb a csoport, nehezebb a sorsolás. Értem, és attól még megnézed, mi történt a két csapattal. Cardinals csalódás. Chicago Bears felül teljesítés. Akkor ki jusson be? Hát csak azt kellene megjutalmazni, aki többet kihoz az egységéből, mint ami benne van. Arizonában mennyi van benne? Ez a fos van benne, ennyit tudtok? Ez a maximum? Hát nem. Chicago Bearsnek az a maximum, amit most megcsinálnak, nem? Látod ezt a szezon? 8-7, hát most irányítoljuk néha ez, néha az. Bénáznak. Oké. Jobban megérdemelni a Chicago Bearsbe jusson. Én most már annak szurkolok, jusson be Bears, nem érdekel. Új is kikapnak egyből, másik is kikap egyből. Csalódtam az Arizonában. Igen. Mehetnek a Detroit mellé, meg az Atlanta mellé. Hát azért vannak szintek. De mindegy, Chicago jó volt. Most nem ide tartozik, de Cardinals meg rossz volt, úgyhogy jogos a vereség, na. Gratulálunk San Francisco-iaknak. Ha már itt tartunk, Chicago Bears. Mike Lennon volt a kezdő Jacksonville-ben. Ugye megkérdezték, hogy figyelj meg Mike, te ismered ezt a csapatot, mi a Bears-t? Ezektől jöttél hát, úgyhogy mindent tudsz róluk, titkaikat? Hát valójában nem, mert 2015-ben játszottam ott. Ja, nem ismered őket? Mert akkor Gardner kezd. Ismerem őket, mindent tudok. Te vagy a kezdő Mike Lennon. Chicagóiaknak bosszult meg, hogy elküldtek. Jó, megbosszulom. Most Foles-ra ez nem igaz, tehát ott a másik oldalon egy Nick Foles, Jacksonville kötődésű,
Nick, te játszottál ezeknél, de nem lesz elkezdő így se. Jó, tudom. James Robinson nem vállalta a játékot, nem tankol a Jacksonville. Nem. Nem azért nem játszik Minshew meg James Robinson, mert tankolnak, nem. Hanem mert így van a legnagyobb esélyük a győzelemre. Ha nem látod át, hiba te készülékedbe van. Dare Ogunbowale most akkor a kezdő futó. Ugye ő az, aki elment a Tampához távozó, Leonard Fournette helyett érkezett Tampából. Na, tehát ők helyet cseréltek Fournette-tel. És akkor most még így nyomozzuk, hogy ki nyerte ezt a cserét. Fournette, Ogunbowale helyett. Tampaiaknak hiányzik Dare. Csak ennyit mondok. Ráépítkeznek 3-0, megszerző vezetés a Jacksonville. Lehet menni haza. Másik bosszú meccs az Allen Robinson, ugye? Jacksonville kötődés. Itt is megvan Allen Robinson is, onnan jött. Na hát kap is labdákat Trubisky-től. Legtöbbször cipőfűzőhöz, de lényeg az, hogy célba veszi őt Mitchell. Meg is fogja, elindul. Allen Robinsonnak nagy meccse van. Hogy itt sok UDF a cornerbacknek, hát nyilván nagy kívás jelent őt levédekezni. Nem is mondom többször, mert amikor felé megy a labda, az megvan. Tehát ez van a legismertsen. Ki az előző hónap legjobb futója az NFC-ben? David Montgomery. Hát azért kérdezem, mert ezen a meccsen van. David Montgomery-nél senki nem futott jobban az előző hónapban, még hogyha az nem is egy teljes hónap, hanem 23-ától 23-áig, de hát az most mindegy. Így van, David folytatja menetelését, elviszi őket közelre, onnan meg Jimmy Graham társadal. Jimmy Graham, hallod, mekkorát játszott az ember. Valójában ő is egy elkapó, és ugyanúgy a cornerbackeknek kellene oda menni rá, ugyanúgy nem tudják levédeni, úgyhogy ugyanez igaz, mint Allen Robinsonra. De hát figyelj, Jimmy Graham, nagy igazolás, tehát most így kiröhögtétek, ó, mit akarsz már, persziek? Ryan Pace, álljunk meg egy kicsit, general manager úr. Nagy igazolás volt Jimmy Graham? Hát elég nagy igazolás, mert nagyon jól játszik. Mooney kap labdákat, elkapó gyerek, főzdenokat csinál. Jó draft volt Ryan Pace részéről? Kiváló draft. Kokmet kap labdát, tight end. Kidraftolta őt? Második körben, nem is volt első körösük. Ryan Pace, kiváló draft. Remekül dolgozik a mester, hosszabbítani kellene vele? GM-mel? Vezetőedzővel? Turbóval? Mindannyiukkal. Mondjuk Kokmetnek hívnak egy ilyen tight end sweepet, amit úgy tudjátok, Kelsey megfutotta, és akkor nézik a tévében, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni, nem tudják, Kometet kikatolják a térde alatt azonnal, aztán vége van, mínusz. De egyébként nagyon jó csapatépítés Ryan Pace-től. Hát jobb, mint a Jacksonville. Nem baj, megállítják, Santos berúgja a mezőnygolt, 10-3. Santos, ugye? Ryan Pace idehozta, hogy majd ő berúgja nektek. Milyen jó GM-i munka, észrevette a tehetséget, az is 10-3. Ha már itt tartunk, Mike Lennont kiküldte el. Pace kivágta, Jacksonville bejátszik. Jól játszik? Megbosszulja? Nem bosszulja meg. Kiváló katolás, ugye? Minden egyes elem Ryan Pace munkáját dicséri. Hosszabbítsunk már vele. Na miközben egy végig gondoljuk, hogy kit miért hozott ide, DJ Chark csinál egy touchdown-t, ugye Jacksonville kiegyenlít 10-10, akik meg is 1-1-ért mennek, úgyhogy lehet, hogy mégsem olyan fasz a minden. Majd kialakul ez. Van idő, Mitchell úgyis előnnyel megy szünetre. Szalottátok, hogy mi a beceneve Mitchell Trubiskynek újabban itt az elvakult Bears drukkerek között? A Turbo. Turbo, én átveszem én is. És akkor megérkeznek a vörös zónába. És ilyenkor van az úgynevezett Mahomes hatás, itt a fiatal vagy öreg, de bizonytalan irányítóknál, amikor azt gondolják, hogy látták a tévében, hogy hát a Mahomes nagyon dicsérik, hogy mit csinál, itt meghosszabbítja, meg ugye a végén majd beleáll lehetetlen szögből, na és ezt is lemásolja nekünk Turbo, elindul, balra forog, nincs ott, visszaforog, másik irányba, most meglövi erőből, bízik saját testi képességeiben, védőnek. Célterületen pikk. Jó van, Mitch, ez most nem sikerült. Marad a 10-10. Schobertnek dobta oda, hogy azért meglegyen a név. 24 másodperc, mit akar a Jacksonville-ettől? Hát mit akarnának? Térdeljetek már le, derek. Igen? Nem. Glennon, támadás, indítja, mit akart tényleg? Oda dobja Roquan Smithnek. Bears linebacker megfogja, elindul vele, lepattintja, ráfekszik. Mégis megadják, interception volt, utána visszaszedted. Mindezt a 32-esen teszi meg, 8 másodperc maradt. Rich Gannon volt megint, hát a nagy kedvencem, szakkommentátor. 8 másodperc, és van időkérése a Bearsnek. Chicago támad, Jacksonville úgy dönt, hogy ők levédik a célterületet a 32-esről. Három ember a falban, többiek beseggelnek a célterületre. Gannon mutatja, hogy ez igen-igen rossz taktika, ugye, mert könnyűt megdobja Trubi,
És Graham elviszi őket egy first downért, könnyű mezőnygól. Ja, még könnyebb ennél is? Bizony. Nem 50-ről kell rúgni, hanem 40-ről teszem azt. És ez is történik, tehát hogy azonnal quick kidobja, megvan Grahamnek first down, aztán lehet rúgni. És Jacksonville meg úgy védte a célterületet, az életüket, aztán nem is akarták megtámadni azt a Bears-iek, csak mondom. Santos berúgja 40-ről, akkor 13-10. Ez csak azért érdekes, mert nyilván Jacksonville kikap így is, úgy is nem mindegy, de egyébként egy rossz keret, gyenge keret, rutintalan keretet is lehet normálisan menedzselni, ugye még nem hülye döntésekbe belekényszeríteni, mint ez. Tehát mert most normálisan vérekeztél volna, teszem azt, nem valószínű, hogy turbóra ráhívnak megint egy ilyen deep pass-t, hogy akkor most old meg, hanem lett volna kis maszatolás, aztán lehet, hogy Santos 50-ről meg kihagyta volna, 40-ről meg nehezebben hagyja ki, szóval csak mondom, hogy van ilyen. Annak ellenére, hogy 1-1 a Jacksonville, még nem biztos, hogy az edzői jó munkát végeznek. A Bears kezdi a második fél időt, ám most már ki fog jönni itt a tehetségbeli különbség, igen. Trubisky beforog a célterületre, bootleg, menjél, olvassál, nincs ott senki, szaladj be, megtörténik. Ekközben Glennon védőfalba dobálja. Igen, hát az nem olyan jó, de hát most már azért eltelt aránylag sok idő, 20-10, itt az idő, ültessük le, akkor most már jöjjön Minshew, mit szólnátok? Nem ültetik le, csak azért se. Miért nem? De eleget láttunk, tehát egy edzésen megversenyeztették őket hétközben, mégis Glennon nyert, és akkor ő vele mennek. Gardner nem áll be, szomorú fej. És megy a futás a Chicago Bears-nél, de az elmúlt hónapban ugye megszoktuk. Mondom, mert megy a futás, de mindezt hogy csinálják meg? Hát tele vannak sérültekkel, és akkor beáll így a 2019-es, 2018-as Notre Dame támadó fal, ugye Alex Bars, Sam Mustipher, ezek a csávok mindannyian a Notre Dame-ben játszottak, és UDFA-ként aláírták a Chicagóhoz, mert az a legközelebbi nagyváros. Aztán itt beállítják őket, aztán megjól a futás. De konkrétan jobban megy a futás, mint a Notre Dame-be ment. Azért az milyen? Akkor Montgomery be is kever még egy touchdown-t, Chicago gála. Glennon folytatja öldöklést, megint Roquan Smith-nek, igen, még mindig a Bears-be van. Interception, ez is megindul vele, megint elejti, megint ráfekszik. Mit csinálsz már, Roquan? Fogd meg, feküdj le, az a biztos. Nem, ő atletikusan be akarja vinni touchdown-ra. Arra van külön ember, aki atletikus és beviszi touchdown-ra. Úgy hívják, hogy Jimmy Graham. Neki is megvan, hát turbó kiosztja. Egészen csodálatos támadójátékot összerajzolt Matt Nagy. Összeállt a munka, összeért minden. Veszélyesek lesznek a rájátszásban is? Hát, hogy ilyen Jacksonville szintű csapatokkal játszanak, meg Detroit, meg Houston, nagyon veszélyesek lesznek a rájátszásban is. Jutalomjáték a Bearsnek. Trevéten leszekkelik Glennont, nem hozzák le Glennont. Ezt most végigjátszod, kiküzdöd. És akkor támadásban meg kikapja a jutalomjátékot. Artavis Spears, hallod, lehívja a Whitecat-et, Matt Nagy. Most nem Pettersonnal, meg Montgomery, Tariq Cohen, hát ő már nincs. Artavis Spears van, ő megfogja a Whitecat, utána közelről, running back helyről befut. Ki az az Artavis Spears? Hát ő egy UDFA, ő kérem szépen az Oregon State-re járt, onnan jött ide, első éves, és most itt focizik, mint running back. Másik Oregon State futó, tudjátok ki? Ryan Knoll. Ugye ő is itt van a Bears-ben. Más Oregon State futót ismertek még? Jacquizz Rodgers, ő megvan? Ő is játszott a Bears-ben. Van valami kooperációs szerződés szerintem. Még garbage időben Laviska Shenault-nak van egy touchdown-ja, 34 yardért nagyon szépen messzire eldobta, 0 yard after catch, és akkor ezzel megvan Glennon, kiosztotta végül is, így megbosszult valamit, hagyjuk. Jövő héten jön Gardner, hát velünk játszanak, ugye mi az első héten kikaptunk a Jacksonville-től, és akkor Gardner Minshew volt az irányító. Most nem tudom, hogy még egyszer ránk engedi-e őt Merón, vagy jön Glennon, jobban örülnék Glennonnak, megmondom nektek. Annak ellenére, hogy itt most eltalálta a Shenault-ot. De lényeg az, kikapott a Jax, 1-1 hivatalos bebiztosították, övék Trevor. Na most kérem, akkor az van, január 1-én játszik a Clemson, elődöntőt játszanak az egyetemen, és vasárnap már kezd ellenünk. Tehát így megtörtént, hogy 1-1 Jax, beadták a cetlit, küldték Goodell-nek, hogy akkor megvan, meg lenne a választás. Fiúk, még nincs, de mi beküldjük azért, tudjátok, hogy itt van, nehogy elkeveredjen. És akkor az lenne, hogy Trevor, és vasárnap kezdene. Itt van a száma, sportorvosi igazolás, meszt leadtuk, meszt száma itt van, és akkor az lenne, hogy a Colts ellen már akkor beállítanánk. Meglátjuk, elfogadja-e Goodell,
fax átment, még akkor várjunk a hivatalos, hogy mi lesz. Nem lesz könnyű, mert ugye játszanak a Clemsonban, 3 nap alatt 2 meccs, tehát azért utazni kell, ilyesmi. De a Jacksonville-nél akkor most ez a terv, hogy akkor ellenünk már beöltöztetnék. És akkor, ha nem tudom, hogy Minshew mennyire ismeri jobban a playbookot, mint Trevor, de hát nem lesz könnyű meccsünk, az most már biztos. De a lényeg itt a Bears, kérem, mert 30 pontonnál többet csináltak egymás után 4 meccs alatt, úgyhogy itt a Bears a végén nagyon beerősített, tudjátok, hogy ki kellene, az előbb felsoroltam, Vikings is benne volt, azt hiszem így. De utoljára akkor csináltak egymás után 4 meccsen több mint 30 pontot, amikor még a kiskunhalas Bears néven indultak. Tehát az igen-igen rég volt, úgyhogy ez ilyen történelmi magasságokba eljutott ez a csapat, úgyhogy egy győzelemre vannak attól, hogy bejussanak a play-ba mindenképpen. Na hát ez azért nagyon közel van. Hát a Green Bay-t kéne majd megverni. Az azért ritkán sikerül. Akkor még csak kellene segítség Cardinals-tól, Rams-től, mindenkitől. Történelmi szezon, mégsem lesz playoff. Nem biztos, hogy lesz. De hogyha nyernek, akkor lesz. Most akkor ezt a hetet örömmáborban lehet végigúszni, aztán Green Bay nagyon nagy meccsre van kilátás. Ha már Green Bay ugye itt vannak, nagy havazás volt a mérkőzésen. Hát melyik csapatnak kedvez? Tennessee-nek nagy drabális running back-kel? Vagy annak a csapatnak, amelyik eleve ott él, és ott felkészül, és gyakran találkozik ezzel a jelenséggel. Mert van Tannehill vágott, tehát most Texas A&M-ből elment a Dolphinshoz, ritkán gyakorolt havas körülmények között. Derrick Henry, Jacksonville szülötte, Alabama-ba járt iskolába. Hogy bírod, havas meccsek mennek? Hát a running backnek azért bírni kell, ja. Élvezi a futballt, látszik egész meccsen. Nem élvezi. Nem lesz 2000 yard, nem lesz rekord. Hát nem lesz. Green Bay-nek kedvezett a hóesés, képzeljétek el. Ők azért szoktak ilyen meccseket játszani. De vannak olyan szituációk, amik azért sima pályán, meg teremben is megtörténnének. Ez pedig az, hogy Devante Adams megjátszható. Ő a hóban is megjátszható volt, máshol is megjátszható lett volna. Pedig játszott Adoree Jackson, hát teljesen mindegy. Tényleg? Hát, jába. Adams touchdown szerez, kérem szépen Jackson mellett. Extra pont kimarad Crosby részéről. Ez megriasztja azért Rabelt is, hogy lesz ebből rúgás. Mégis 50 yardosat sem vállalja el a Tennessee első drávjából, pedig Goskowski hát ugye automatikus. Azt mondják 50-ről, hogy nem, inkább akkor pont. Így állt hozzá. Titans, nem kell őket károsztatni miatta, de Green Bay előnyben van, és még a következő pontszerzés is az övék. 3. és 1. Equanimous Saint Brown elindul keresztbe, Desmond King kíséri. Rodgers könnyen megpasszolja. Ezt is befejezik TD-vel. Nagyon domináns Green Bay. Arról volt szó, hogy itt rangadót játszanak, meg bármi lehet, meg 100 pont egyiknek, másiknak is, aztán majd a jobb nyer a végén. Hát az elején megnyerte a jobb. Green Bay volt az. 2. nem jön. Húha. Jön viszont Tannehill, aki meg interception dob Darnell Savage-nek. És hát utána viszont sikerül a legnehezebb dolog. Mert az, hogy Adams beviszi touchdown, azon már nem lepődsz meg, mert ez történik. Ami a durva, utána bemegy az extra. Bemegy a jutalomrúgás, Crosby. Lehetséges akkor, most már ebben is. Green Bay hamarabb rájött a titok nyitjára. Hát a Tennessee-nek nem kell rájönni, hogy kell extrát rúgni. Lehet. Hát így, kérem, 19-0, véget ért a találkozó nagyjából. De utána még fociztak. Hogy ki mennyire hitte el, hogy ebből van visszaugt, azt nem tudom. De aki azt gondolta, az hazudott. Tennessee-t leszekkelik kétszer. Three and out nyilván. Elrúgják. Első play, Davante Adams, mindig ezt mondom. 20 yardos elkapás. Ez így fog menni végig. Tehát ez a meccs, ez, tudjuk, hogy mi lesz. Tehát ugyanazt lemásolhatjuk 100-szor, aztán mindegy, nézzük. Crosby mezőnygól 35-ről, az előbb ez extra bement, ez nem megy be. Nagy izgalmak. Hooker ugyanis leblokkolt, nem ő, valaki leblokkolt a Tennessee-ek közül. Amani Hooker felszedi a labdát, visszaszalad 18-asig, mert hogyha valahogy lesz ebből pont, akkor így, hogy valami csoda történik. De mutatják, hogy offside. Valaki bemozdult, hogyha nem érvényes a nagy visszavordás, nagy mezőny gól blokkolás a hóban. De lesz azért fordulat, leszekkeli Aaron Rodgers-t Wyatt Ray 57-essel. Kellett nyomoznom, mire rájöttem ki az 57-es, hát nyilván Ray.
elkapja, és akkor na most akkor Tennessee is már belekezd, megszokták a havat, kellett hozzá három kapott touchdown, most már akkor az így meg lesz. Jó, AJ Brownnak odaadja, Derrick Henry, tudjátok, Jonnu Smith, neki van touchdownja, és akkor így 7 pontja van a Tennessee-nek, kicsit későn ébredtek a fiú. Innentől kezdve viszont nagyon jól kellene vérekezni, és akkor még akkor mi megszokjuk, aztán csinálunk pontokat is. De hát most az első pont sem sikerül. És így a kelepcébe kerülő Tennessee elgondolkodik, hogy mi az a játék, ami minden körülmények között működik nekünk, amivel mindig sikerélményeink vannak. Hát a gólvonalon, amikor zone readből mindenki rámegy Henryre, aztán Tannehill befut, ugye, utána szépen táncol, az szokott működni. Hívjuk be ezt a félpályánál. Jó, legyen így. Tannehill mutatja Henrynek, mennek rá a Green Bay-ek, próbálják leszerelni, Tannehill megtartja, elviharzik, felgyorsul, megelevenedik előtte korábbi Texas A&M elkapó karrierje, amikor még Gerald Johnson dobta neki a labdákat, akkor ilyen előrehaladások nem voltak, kérem, csak amikor ő dobta Ryan Swope-nak. Aztán megy Tannehill 50 yard, különböző filozófusok gondolatai átfutnak a fején, mert annyira hosszú az út, olyan sok minden történik vele, de Green Bay-iek nem kapják előt. Beszalad 50-ről Ryan Tannehill. 14-19. Rangadóhoz illő eredmény, meccs, derbi, izgalmak, szorosság. Aaron Jones elszalad a szélen, letakarították a pályát, de hát nehéz megállapítani, hogy most mi hol vannak, meg mi van. Kívül is fut, belül is fut, hát végül is úgy vannak a sporik, hogy elnézzük, nincs kint sehol, hozzad. Aztán így kilépdel, belépdel, de elmegy elég messzire Aaron Jones. Aztán megint ott vannak, hogy a célterületre kellene dobni a labdát Davante Adamsnek. Most neki egy irányváltásra van szüksége, és a védők elmennek tőle. Tehát ez megint csak azt mondani, hogy ez bármilyen körülmények között, tehát a mocsárban is, egyetlen egy cselt megcsinál, egy testcselt, már mennek mindenfele. Rodgers oda dobja neki. Touchdown ez is. Egy egészen váratlan szereplőt hív be a történetbe, LaFleur, ő pedig AJ Dillon, második körös választottja Green Bay-nek. Nagyon sok savat kapott a Green Bay a draft miatt, azt mondta, hogy a szezon folyamán hát gyönyörűen játszanak a fiú. Ezt az így elvetődött, hogy nem is olyan érdekes, hogy a drafton mi volt. De aztán most még kiderül az, hogy végig megvolt a terv, hogy itt AJ Dillon, őt így a hómenő. Tehát ezek a havas meccsekre tartalékolják, mert tudjátok, AJ Dillon itt a helyi Derrick Henry. LaFleur a Tennessee-ből jött ide. Érdekes. Csak itt van AJ Dillon, ez zúzó, bulldozer, hótúró, hókotró, nem is tudom mely. Adjuk neki, izomból átmegy. És ez történik, tehát AJ Dillon futások megvannak, touchdown-t is szerez. Úgyhogy, mint a rallyban, tudjátok, van, aki így a havas pályákon így megtáltosodik. Aztán itt AJ Dillon meg ugyanez egy másik sportágban. Tehát, hogy amennyiben jön a playoff, jön a rájátszás, jön a havas meccs, majd ott AJ Dillon hozza majd magát, és majd ő megnyeri a mérkőzéseket. Ritka taktika ez így draft szinten, de Green Bay megmutatta, hogy lehetséges ez. 33-14 az állás, akkor van egy kis interception váltás az egyik-másik oldalon. Tannehill megdobja Kirksey-nek, Rodgers visszadobja Malcolm Butlernek, de hát itt már azért eldőlt, hogy ki nyer aránylag hamar. Derrick Henry, mint mondtam, nem élvezi a játékot, tehát adják neki, megy, ütik, hideg van, leesik a földre, nincs nagy lehetősége nagyon felgyorsulni, mert össze-vissza csúszik a pálya, mert védők odajönnek, leszerelik őt, nem jönnek a rekordok, nincs nagy futása, nincs explozivitása részéről, meg hát már mindenki is adják neki oda a labdát nagy hátrányban, úgyhogy a Tennessee így végülis Henry nélkül lehoz egy turnover on downs-os támadást, amivel így el is köszönnek a mérkőzéstől. Még Green Bay csinál, Dillon még egyet bevisz, miközben Adamsnek van ugye 10 elkapása, 110 yardért, 3 touchdownért, tehát ő volt az, aki a legtöbbet hozzátette, de Dillon is hoz még egy térét a hóba, mert ő egy ilyen jég Pokémon vagy mi. Aztán így ezen körülmények között AJ Dillon megállíthatatlanná válik. Hát végül is nem hozta azt a szintet ez a mérkőzés, amire gondoltunk volna, hogy majd milyen jó lesz Sunday Night Footballnak, mert nyert a Green Bay könnyen. De hát volt havas meccs, annak lehet örülni mindig, milyen jó, hogy van havas meccs. Hát most ez annyira nem lehetett örülni, mert jó, Green Bay dukkel, vagy örülsz, mert esik a hó, de egyébként a játék élvezeti értékéből meg elvesz. Tehát most attól, hogy esik a hó, az egy kicsit megtapsolod, 3 perc eltelik, és már unod. Ha meg úgy esik a hó, hogy nem lehet közben futballozni se, mint ugye volt az a Colts Bills, akkor az meg megint egy másik történet, hogy teljesen elvesz a mérkőzés kimeneteléből, hogy ugye bármi lehet, teljesen mindegy, hogy milyen erős az egyik vagy a másik csapat, szóval ez van. Havas meccseknek van visszaütője is, nem mindig csodálatos az, hogy esik. De.
Ezen a meccsen például egyik csapat teljes mértékben ki tudta használni azt, hogy ismerős körülmények, Tennessee meg nem. De egyébként meg nyilván itt azért, hogyha mondom még egyszer, laboratóriumban játszanak, hát akkor Adams-t ugyanúgy nem tudták volna levédeni, teljesen mindegy. Megérdemelten nyert a Green Bay. Tennessee meg viheti a csoportot így is, úgy is, úgyhogy mégis belefért. Múltkor az odavágón igen nehezen tudták levédeni a futást mindkét oldalon, hogyha emlékeztek, hát New Englandben emlékeznek rá, úgyhogy ez egy jó jel, tehát ők nekik a futásra berendezkedés, aztán majd hát ha abból véletlen a végén felülkerekednek, erre bizakodnak, Sonny Michelnek odaadják az elején sokszor, menjél, futsál, meg hát ugye a szokásos double pass, azt azért be kell hívni, meg Daniels mindig beívja, már az elején beívja, Newton dobja, másik dobja vissza előre, így van, aztán így Damir Bird kapná a labdát, eldroppolja. Nagyon ritkán van lehetőség a New England-nek nagy, hosszú játékot csinálni, most itt megvan a lehetőség, de Bird ott hagyja levegőben, mert elhagyja a labdát, drop, csak folk rúgás, 3-0. Buffalo-nak ugye megállítatlan a támadójátéka, már nagyon régóta, most azért Gabriel Davis ott fambülözik egy kicsit, de aztán visszaszedi, megvan, mennek előre, kiegyenlítenek, egyelőre csak ennyi. Amíg csak mezőnygólok vannak, New Englandnek az nyerés. Amikor a New England ilyen harmadik és hosszúra kényszerül, az már régen rossz. Tehát tudjátok már, Quentin Jefferson csinálja a szekket, de hát már amikor úgy vagy vele, hogy már harmadik és hosszút kellene megdobni Newtonnak, az már rég eldőlt. Mert ugye nincs negyedik, vagy a harmadik és rövid lenne, abból lehet esetleg negyedik és rövid. Negyedik és rövidre meg lehet esetleg fake puntot beívni, mint hogy azt a Buffalo megcsinálja, ugye a másik oldal. Mert hogy elakad a Buffalo, már örülnél, és akkor pass protector dobja a labdát Siren Neal-nek, úgyhogy Bills nem törődik bele, hogy meg lett állítva, hanem még trükközgetnek, és megcsinálják. Nem fair, szerencsétlen, gyenge Patriots ellen még ilyen extrákat bevetni. Megint negyedik, megint nem akar lemenni a Buffalo a pályáról. Beugrik a New England, plusz Josh meg is futja lábával. Úgyhogy itt négy downon átmegy a Bills, itt most meg akarja mutatni, hogy megtörtént a trónfosztás. Ez most az ő mérkőzésük lesz, bármi is történik, már rá akarnak mutatni, hogy ők itt most mennyire erősek. Nem akarják elodázni, hogy majd a végén valahogy felülkerekednek, nem, itt ezt el kell dönteni. És egy fura dolog, hogy a Buffalo nem tudja Josh Allen csodálatos labdáit megfogni. Otromba droppok vannak a Buffalo részéről, és most egyértelműen arról beszélünk, hogy Josh Allent cserben hagyja a kiszolgáló személyzet, kérem. Nem arról van szó, hogy ők felhúzzák a fenét, cserben hagyják Josh-t, és majd ő akkor befut maga. Mert ez van, tehát megfutja a touchdown-t Josh Allen. Hát, hogyha nem fogjátok meg a labdáimat, akkor magamnak kell megcsinálni, hiába vagyok önzetlen, gondolja Josh. Ez van. Nem segítenek neked, mi? Ja, nem is ő futott be, hanem Moss. Jó, bocsánat. Akkor mégiscsak, akkor Moss befut, és Josh hozzá se tesz semmit, mert nem kerül be jegyzőkönyvbe a neve. A még rosszabb. New England kirúgás, visszahordás, egészen a 9-esig megy. Ú, az igen jó. Nem, mert sajátjuk. Saját 9-esen, hát olyan hosszú távot az életben nem visznek végig, nem a fenét. Még JJ Taylor is hozzáér, aki 5-5 magas running backjük. Ő is elindul, mert mindenki. Ez egy jó drive. New England minden évben, minden meccsen van egy jó drive-ja, ez lesz az. És akkor Cam Newton már a vörösben, már húznák le, már szekkelnék, kiszabadul, elindul, megfutja. Touchdown Patriots. Ugye? Megmutatja ezért Newton, hogy ki itt az atletikusabb irányító, meg ki az, aki kemény, meg aki gyorsabban tud futni, meg messzebbre. Mi van, Josh? Nem megy a futás? Newton vagyok. Megy az ünneplés, Patriotsnál bulika, egész New England ugrál, aztán hirtelen leülnek, mert Falk kiadja az extra pontot, 10-9, mégiscsak vezet marad a Bills vezetés. Nézzük akkor zsebirányítót a másik oldalon, mert egy Buffalo-ban ilyen zsebirányító gyerek van, látják, hogy nem mozog annyira. És hát nagyon érdekes, 4-2-re indítja Josh, touchdownnak tűnik, de levegőben a labda, amikor időkérés, jó, szólnak, hogy nem, ez nem ér. Hát szomorú, az is meg lett volna, de utána újra Dawson Knox-nak megint 4-2, ugye még egyszer beívják, akkor inkább úgy legyen, az is megcsinálják, és akkor Lee Smith befejezi az akciót touchdownnal, blokkoló tight end. Kivárta Josh szépen, hogy megfussa az utonat lassan Lee Smith, mert ugye van ez a 71-es Ryan Bates, aki szokta ezeket futni, aki hogy lassan csinálja, mert offenzív tekül. Na most Lee Smith még nála is lassabban, pedig ő tight end, és akkor átveszi Josh, vár, és akkor Lee Smith bebattyó. Nem figyelnek rá, oda dobja neki, beszalad. Megvan a Buffalo-nak megint a touchdown. Na most ez Josh adta,
Most a Stefan Dix is beszáll a mérkőzésbe, eddig tudta nézni szó nélkül, de akkor most már adjatok már nekem is labdát. Két labdaérintés, most a második az egy 50 yardos touchdown rögtön Stefan Dixnek, szaladnak utána, de minek? 47 másodpercből áll a drive-ja a Buffalo-nak, ez touchdown ér Stefan Dix személyében, aki még csak mondom, most száll be, de hát aztán hogy hol a vége ennek, nem igazán lesz meg a megoldás. 24-9-es első fél idő után a másodikat is Buffalo kezdi támadással, és hát vannak ilyen screen passzok Stefan Dixnek, amiből garantáltan jön 10 yard, tehát ezt többször is bejátszák, hogy nem variálunk, akkor tessék, itt van, megfutja, megint megfutja, és úgy elgondolkodom, mi van, hogy előrefele dobom? Dobd előrefele, Josh. Ugyanúgy Dixnek. Igen, előrefele. Megfogja az, meg touchdown. Nem csak, hogy first down, touchdown. Ja, hogy ez ilyen könnyű? Na látod, de most már nem hagynak cserben a fiúk. Most már segítenek is neked. Nekem nem kell segíteni. Várjál, New England nem támad? Őróluk miért nem beszélek? Ők nem támadnak. Azt találják ki, hogy jöjjön Stidham. Miért? Azért, mert rá könnyebben bedobják a roughing the passert. Mert ott van Newton, nagy, erős, ne adj Isten, elmozog, átlépi a line of scrimmage-et, hát már nincs roughing the passer. Stidhamre azért lehet, úgy jön ki, hogy van rajta 1000 protektor, tehát Michelin gumiemberke, aztán érkeznek, megütik, na, roughing the passer, megvan first down. Ez a terv a New England esetében. Maradékban megnézik Stidhamet hátralévő garbage időben, hogy mit tud. Hát nagyon sokat megtudtunk, ugye. Tehát itt láttunk jó sokáig játszani Stidhamet, megtudtunk mindent róla. Ugye most már bizonyosan el tudjuk dönteni azt, hogy tőle mit várhatunk a jövőben. Remélem, hogy Jets ellen ő kezd, mert akkor még többet tudunk majd meg róla. Buffalo közben teljes erőbedobással támad, nagyon szemetek, mert hát itt most 20 év az, amit vissza kell törleszteni ezeknek, hogy most megkapjátok, látjátok, na ki most a kemény, és jönnek, nem hozzák le Josh, nyomnak még egy drive-ot, és megint társadalán, tehát Stefan Dix most mitől védenék le, semmitől, 38-9. Még egy tökéletes drive-ot összehegeszt Josh. Dixre meg nincsenek szavak már. Megy az első helyére az NFL elkapók versenyében, kinek lesz a legtöbb yardja. Fontos. Aztán a végül is 20 év fájdalmát nem adta vissza a Buffalo a New Englandnek ezen a meccsen. Azért nagyon sokat visszaadtak. Tehát mert itt most a második fél, ez komplett dominancia volt, de ezzel ellen tud a New England zurkoló védekezni azzal, hogy kikapcsolja a tévét. Aztán most. Visszaemlékezik, mi volt a Bills ellen, győzelmekre emlékszik vissza, itt meg amikor vezetnek sokkal, A. nem nézi, ugye ez legegyszerűbb, vagy B. kikapcsolja. Ugye, döntetlen, 10-9 után kikapcsolja. Na mi van, faluiak? Hiába csináltok sok pontot, nem nézem. Ennyi van. Játékosokon nem tudsz bosszút állni, ugye, mert ők itt a többség itt se volt, ugye. Belichick itt volt. Belichick nem annyira élvezte ezt a futballmérkőzést sem, de már csak egy van, az meg prestízs meccs. Buffalo igen jó volt, úgyhogy megérdemelt második kiemelés. Megint megmutatták, hogy mennyire komplett csapat. Védelem is feljavult, úgy ahogy végére. Úgyhogy ők készen állnak a rájátszásra, hát már nem sokat kell várni. Patriots, ami most is 13-ak a draft listán, vagy valami ilyesmi, onnan nehezen húzol top irányítót, ugye tovább is 6 győzelemmel. Még beveritek a Jetset, tehát akkor meg aztán végképp nem lesz. Majd valami veteránt? Ah, nem, itt van Stidham. Jó. Megnézzük majd, hogy hogyan tovább, de hát még soká lesz. Playoff az nem soká lesz. Hát ezekkel a mérkőzésekkel készültem, hogy az első adagban jó hosszú lett, nem szoktam ennyit, de hát most kimaradt pár nap. Úgyhogy volt idő bőven, amit most itt le kellett tölteni a képernyő előtt. Szép teljesítmény mindenkinek. És akkor hát várok mindenkit majd még a maradék meccsekre, mert még van 9. Holnap után. Az is nagyon jó lesz állítólag. Köszönöm szépen a sok kommentet, meg a feliratkozást, meg mindent, ami így jött az ünnepek alatt is. További jó pihenést az ünnepekre, és akkor vállaltam majd titeket a következőkre is. Sziasztok!